Ezekben a pillanatokban rakják fel az új eredményjelzőtöket, úgyhogy nem is a Vodafone Sportcentrumban beszélgetünk ismét a Vogue-ban, de azért megkérdezem, hogy telt az elmúlt két hét, milyen volt visszaköltözni a régi új otthonba? Igen, hát megint ide jöttünk a Vogue-ba, de ez szerintem csak egy napról van szó. Hát nagyon jó érzés ugye bemenni kicsit minden új, kicsit azt az új oldalt nézni, az új palánkokat, most az új eredményhez. Igazából egy nagyon felemelő érzés, és plusz energiát is adott szerintem a csapatnak, hogy most hazaköltözhettünk végre. Hogy teltek az elmúlt napok, karácsony, szilveszter, hiszen azért nektek nem nagyon volt pihenőtök most? Igen, hát eddig ugye ezt a fél évet elég keményen végignyomtuk, ugye a Eurocup miatt, meg a magyar bajnokság. Most volt egy 4 napos karácsony. Karácsonyi szünetünk, kicsit mindenki hazament, egy kicsit beiglítettünk, kis halászlé, stb. Nekem nagyon jól telt, kicsit fel is töltöttem, és most készek vagyunk erre a második fél évre. Ugye, amely majd egy körrendelői mérkőzéssel kezdődik, ez lesz a hivatalos csarnokavató, ugye hát pár nap alatt a jegyek nagy része el is fogyott, hát véletlenül csordultig lesz majd a Vodafone Sportcentrum. Igen, ez nagyon jó volt olvasni, hogy már több mint a felét eladták már 2 nap alatt, vagy 1,5 nap alatt. Hát ez annyit jelent, hogy nekem is gyorsan kell menni, mert családnak jegyeket venni, barátoknak. Hát úgy érzem, hogy így is kell kezdeni ezt a csarnokba, egy az első meccset, hogy egy full telt ház és egy nagyon nagy rangadót játszunk az ős rivális Körmend ellen. Mennyire lesz nehéz meccs? Ugye egy ponttal kaptatok ki egy olyan meccsen, amit akár meg ti is megnyerhettetek volna össze. Így van, hát sajnos ott egy orosz túra után oda érkeztünk meg Körmendre, ahol szerintem az egész csapat nagyon fáradt volt, az volt az első ilyen hosszabb utazásom, és ugye, ahogy emlékszem, egész végig uraltuk a meccset, és a végén vették át a vezetést, nekünk még volt egy labdánk, hogy szerencsétlen módon azt is kihagytuk. Hát úgy érzem, hogy most itt az idő egy kis revansot venni, és megverni a körmendieket.